Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált és kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott. Mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj! Jézus ráparancsolt ugyanis, tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből. Erre Jézus megkérdezte tőle, mi a neved? Azt válaszolta, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól, küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat. Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mindegy 2000 sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, aki az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve éppésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott, kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá. Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az el is ment, és Dekapolisz környékén elhíreztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott. Ezek az evangélium igéi.